Tegnap a legmagasabb figyelmeztetést rendelték el az ónos eső miatt. 13 megyében van érvényben piros vagy narancs riasztás. A piros riasztás az elrendelhető legmagasabb, ez Budapesten és Pest megyében, valamint Baranya, Bács, Kiskun, Fejér és Tolna megyében van érvényben. Csehi András kollégánk a legfrissebb adatokról. Nem kerül elő nagy valószínűséggel, bár olyankor razábbak az egész razábbak. Leginkább. Nagyon érdekes, köszönjük szépen. És az abból a szempontból egy szimbolikus előrelépés és fontos üzenet, hogy eddig költségvetésben, magyarországi költségvetések történetében sosem szerepelt külön sikertés. Az abból a szempontból egy szimbolikus előrelépés és fontos üzenet, hogy eddig költségvetésben, magyarországi költségvetések történetében sosem szerepelt külön sikertés. Az abból a szempontból egy szimbolikus előrelépés és fontos üzenet, hogy eddig költségvetésben, magyarországi költségvetések történetében sosem szerepelt külön előirányzatként az, hogy... Meghatározták azt is, hogy pontosan mire lehet ezt elkölteni, ezt a 40 millió forintot? Folyamatos... Menhelyek, csippezés, felvilágosító kampányok, tehát hogy megvannak-e a tételek? És kezdődik el a minisztériumok és a civilek bevonásával az elkövetkezendő napokban. Vannak-e terveik az állatmenhelyekkel kapcsolatban, mert ugye az állatmenhelyeknél gyakran tapasztaljuk, nagyon sokszor vendégek. Ugye a Kiskunlacházi állatmenhely, ahol nagyon sok kutya pusztult el, fölvettük a kapcsolatot az alapítvány vezetőivel, hiszen ezt is egy civilek a természetvédő és állatvédő szervezetek, nyilvánvalóan programokra is lehet pályázni, illetve különböző fejlesztésekre, akár az előbb említett állatmenhelyekkel kapcsolatos fejlesztésekre így is. Van, igen. Így van. Ez is benne van ebben a történetben. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és akkor megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy ne csak a jövő évi költségvetésben, vagy az idei költségben, ez is benne van ebben a történetben. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és akkor megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy ne csak a jövő évi költségvetésben, vagy az idei költségben, ez is benne van ebben a történetben. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és akkor megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy ne csak a jövő évi költségvetésben, vagy az idei költségből és alkotási vágyából készült el egyébként. Köszönjük a stúdióban Osvájt Andrát. Három év megfeszített munkája után, amire nagyon büszke vagyok, mert pont 3 éve alapítottam meg a cégemet itthon, és Ádám az első felfedezett. Te találtad meg őt, vagy Ádám téged? Én őt. Aha. Tehát mindjárt az elején, amikor megalakult az iroda, akkor úgy döntöttél, hogy Ádám lesz az első, vagy az első között, akiket felkarolsz. Igen. Teljesen összefüggésben nem hozható történet. Így van. Egyébként teljes mértékben lophassák a fejlesztését. Andi, sokat szól bele ebbe a dologba? Mármint, hogy nem a forgatókönyv, de hogy ez hogyan álljon össze a legvégére? Alapvetően nem, tehát Andi nem szólt bele így a kreatív folyamatokban. Nagyon sok tanácsot kaptam egyébként Anditól, hogy hogyan lenne egy út. Tehát, hogy ez a tervünk, hogy a későbbiekben ezzel a filmmel így kvázi most így bemutatkozunk. És igen, igen. És további sok sikert kívánunk. Ez a filmzene volt, amit hallhattunk egyébként. Igen, az igen. Zseniális az is. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kikus volt, amikor a múltkor itt voltatok, és először beszélgettem veled egy picit úgy mélyebben, és annyira szépen beszéltél mind a Lilláról, mind pedig a gyerekeiről, pedig azért ez egy nem egy könnyű szituáció elfogadni, hogy belecsöppensz egy kész életbe, meg másoknak az életébe. Ez így van. De egyébként ez példaértékű, tehát hogy nem sok ilyen van egyébként, és hát nyilván nem is azért kerestétek egymást, mert az egyik a híres akart lenni a másik által. Még ünnepeltek ilyen évfordulót? Van ilyen, hogy akkor megemlékeztek arról, hogy mikor jöttetek össze, vagy mi történt? Hogy nyomtátok azt? És azóta meg már kialakítottunk egy új helyzetet, új viszonyokat, és rendeztük a sorokat, úgyhogy tényleg nem úgy zártam le a múltat, hogy nem beszélek róla, nincs többé, de... Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Egy macska, amelyik nem annyira, de... Bebe, ő új szerzemény nálad? Hát másfél éves. Másfél éves? Nem állszott a kerítésen, és aztán maradt is nálunk. Nem mondod, de. Úgy kóborolt be hozzátok. Igen. Körülbelül, aztán amikor megtapasztaltam azt, hogy a macska igenis odajön, kedveskedik. Este mindig úgy aludt. Igen, csak nem foglalkoznak. Minden rendben. Dolgozgatunk, én nekem most picit lazább, mert nem ének tanárhoz, úgyhogy én is kutyázok, macskázok, úgyhogy minden rendben.
Jól van, ja, nagyon szépen köszönjük. Minden rendben van. Köszönjük. Együtt jövünk mindig.